Start. Start elindult a nap 6. magyar futam a Goffi Sandy. Herkules Fevónak volt a gondjai az indítás előtt, és ez egy jó 15-20 méteres hátrányt szedett magának így össze. Ündám remekül kezd a falról, azonban nagyon hamar mellette van már a top favorit Rocky HR, de egyelőre Ündám nem adja a falat. Gyors nagyon a verseny kezdő tempója. Kelvin Éti jó 15 méterre leszakadva, momentán a 3. pozícióban üget a vezető kettős mögött. Aztán érkezik Ultimate Force, jön Unique Boy, és csak utánuk a start előtt hibázgató Herkules Fevó. Hát Rolling Stones-nak nagyjából ennyi esélye volt, mint amennyire most már messze az első egyenese fordulva. Nagyon-nagyon komoly a tempó, 10 alatti az első részidő. Ündem az, aki egyelőre ott viharzik a frontban. 2-3 osszal rázta le magáról a Rocky HR-t, akire azonban szép lassan jönnek most már a többiek, méghozzá Kelvin Éti vezetésével. Viszonylag szoros negyedik most már Ultimate Force, közel ötödikként üget Unique Boy, és utolérte most már a többieket Herkules Flevo is. A gyors kezdő tempónak köszönhetően libasorba rendeződött a mezőny. Ündám jár a mezőny elején, aztán őt követi Rocky HR, majd pedig Kelvin AT a következő lovunk, aztán Ultimate Force-ot láthatjuk a negyedik pozícióban, majd jön Unique Boy, illetőleg Herkules Flevo, és hát nagyon-nagyon-nagyon kiszakadva üget Rolling Stones a többiekhez képest. Most már lassan az istálló egyenesbe kerül a mezőnye, nem változott semmi, azaz kialakult ez a sorrend, és itt talán megindulnak majd a támadások. Szemre legalábbis úgy tűnik, mintha egy picit tömörödne a mezőny. Elő van azonban Ündám folyamatosan, mögötte pedig Rocky HR, illetőleg Kelvin AT Ultimate Force, és igen, most indul el egy támadás Herkules Flevo részéről, Mazsics megindította a lovát, és szépen folyamatosan zárkózóban van, most már csatlakozást talál a közvetlen élmezőnyhöz. Az élen azonban továbbra is ott üget Ündám, Ündám mellett pedig Rocky HR. Továbbá is jó a tempó, Herkules Flevo lendülete megtört, Rocky HR-t viszont talán csak most fogja majd elindítani Juhász Balázs. Az utolsó 300 kezdetén könnyűszerrel megy fel, a kicsit fáradni látszó, hogy hozzá képest fáradni látszó Ündám mellé. A harmadik, negyedik pozícióban ott van Kelvin Éti, valamint Herkules Flevo, de Unique Boynak is egészen jó momentuma. Az utolsó 200-ra érve fölényben van most már Rocky HR, Ündámmal szemben 150-nél egyértelmű most már Rocky HR-nek a fölénye. Száguld most már zsinórban, harmadik győzelme felé Rocky HR Juhász Balázssal ezt a feladatát is könnyedén oldja meg. Nagyon elfárad Ündám az utolsó métereken, úgyhogy Rocky HR mögött pont a célban Herkules Flevo lesz a második, Ündám a harmadik, negyedik Unique Boy, ötödik Ultimate Force, hatodik pedig Kelvin Éti.